betegesen, de tényleg betegesen féltékeny voltam. Én annyira boldog voltam, hogy megtaláltam őt magamnak, és hogy mi mennyire szeretjük egymást, de közben mindig, mindig ott piszkált a kis ördög. Mi az, hogy betegesen féltékeny? Miket hát, csinálsz? Szóval de mi? Mindenkibe konkurenciát ja. láttam, és az motoszkált az én fejembe, hogy hogy majd most azért próbálnak ráröppenni, csak hogy bebizonyítsák, hogy el tudják tőlem Hogyha az a külső, amit produkál egy nő a alatt, főleg egy olyan nő, aki hát én mindig is próbáltam odafigyelni magamra, és hogyha külső romlik és torzul és csugnyul az ember, akkor azt nem annyira szeret. Ez az örök harag, ez nem, nem jó dolog, ezt én már megtapasztaltam. De harag volt benned például? Igen, nagyon, Igen? nagyon sokáig, tehát apukám már előbb szeretett volna kapcsolatba lépni velem, de egyre jobban haragudtam az apukámra. A három igazság mai vendége Zoltán Erika, üdvözlünk. Szia szereg. Erika! El. Nagyon Szerjöztem nagy szeretettel mi. jöttem, és én is üdvözlök és De egyébként, néző. mert tök régóta akartunk és igen? vártunk, úgyhogy végre itt van. Itt vagy ez a három boríték. Hát ehhez ezen... kellett a vanda. Hát a vanda oh, is kellett köszönöm. hozzá, igen. És mertem volna ezt elmondani, de köszönöm. <coughs> Látod? Miattunk nem jött itt. Jó, nem baj, de a vanda miatt itt van, és Aha. ez a lényeg. Ő hívott, és volna őszintén mit mondtam, persze. Öröbben megyek, még, még akkor is, hogy ma ilyen kicsit stresszes a de nem baj, itt vagyok veletek ebben a világban. Igen, igen. Na, szóval itt van három boríték, ebben vannak azok a témakörök, amiket mindenképpen szeretnénk átbeszélni veled, és te döntheted el, hogy milyen sorrendben haladjunk. Melyiket? De van még itt egy a te igazságod, de már csak a végén jön. Melyik szín? Legyen a sárga, mert a sárgát annyira nem szeretem. Ó, hát ez pont a lacié. Szerintem Jó, ez jelent valami. De nem a... Hát, már a már, hát megevett, nem mert az elején megevett a sárga iris. Igen. a vandának jöttél -e nekünk meg. Na, szépen vagyunk. Mi az igazság? Milyen volt 50 év után először találkozni a féltestvéreddel? 50? Volt az 50? Igen, lehet, hogy jól számoltatok, hiszen 14-ben találkoztunk, igen, Tündikével. Hát furcsa, de egyben, egyben nagyon kellemes érzés volt. Tulajdonképpen tudtam róla, de mivel anyukám nem szívesen beszélt róla, egyszer valahol nagyon nagy mérgében, mikor éppen apukámra nagyon mérges volt, akkor úgy, úgy kicsattant belőle, hogy egyébként az apád akkor is, amikor te már megszülettél, egyszer csak fél éves korodba idehozott egy nő, egy másik gyereket és ezt úgy egyszer, egyszer elmesélte, és éreztem, hogy neki az annyira szívfájdalom, hogy hogy én nem forszíroztam tovább a témát. Nem Apukám... mi is Nem volt benned a kis ördög, hogy vajon ki lehet az a másik gyerek? Hát a fene tudja lehet, hogy ez azért, azért mert ugye azért anyukám aznál amilyen nagyon mindenek fölött állt, és láttam, hogy ez neki mekkora szívfájdalom, meg egyébként is én vele éltem végig az egész életemet, mert apukám, amikor hat éves voltam, akkor, akkor elment külföldre dolgozni, és sajnos elfelejtett visszajönni, és hogy ki is maradt az életemből, de hál' Istennek, mert az élet produkál szép dolgokat, az, az, az ő utolsó hat évét 2004-től még, még együtt tudtuk tölteni, és akkor úgy minden a helyére került. Ez, ez, is nagyon érdekes dolog, szóval nem szabad, ez az örök harag, ez nem, nem jó dolog, ezt én már megtapasztaltam. De harag volt benned például? Nagyon, Igen? nagyon sokáig. Tehát apukám már előbb szeretett volna ö, kapcsolatba lépni velem, de amiatt, hogy én az anyukámmal éltem az életemet, és láttam, hogy ő hogy térdepel azért, hogy, hogy a kislányának minden meglegyen, egyre jobban haragudtam az apukámra mindél. És ő, ő úgy ki is maradt az életemből, tehát talán ő se forszírozta annyira, és amikor, amikor ö, Zoltán Erika lettem, a szónak a pozitív értelmében, akkor megjelentettől én még mérgesebb lettem. Aha. Mert ez valahol szerintem még. nem kellett Igen, akkor most. most mitől? Aztán, amikor meg, megszületett a kislányom, és az unoka miatt még még erőteljesebben próbálkozott, akkor rájöttem, hogy hogy Föl kell adnom ezt a nagyon erős tac ami egy kicsit kitolódott. Nem haragudhat az én kislányom a nagypapájára azért, mert én haragszom az apukámra, és így a, a kislányomon keresztül végül is visszakaptam. Nagy, nagyon jó dolog volt, meg jól, jól esett a megbocsájtás, és az apukámmal töltött idő alatt sem került, én sem hoztam elő a tündit. A, a féltesthúgomat. Igen. igen. és Valahogy ezt így akarták az égiek, hogy miután apukám és anyukám is egy hónappal követően egymást itt hagytak minket, utána jelentkezett a tündi, Hogy most már ő mindenképpen állítólag többször próbálkozott, csak nem jutottak el a, a különböző fórumokon hozzám az ő kérései. Ne, csak tegyük földrajzilag helyére. A Igen, dolgot. Ő, ő, New York államban él egy Szaffer nevű kisvárosban 80 kilométeren menheten. És ott is töltötte az egész élet? Három éves volt, amikor az anyukája állítólag úgy döntött, hogy, hogy akkor ő nem vár tovább itthon az én apukámra, aki addig azt ígérte neki igazi kasszanovaként. Ugye milyen csavar, hogy van egy ilyen dolog, hogy, hogy majd ő, ő majd intézi az életét, de hát apukám közben csak fönn akarta tartani azt a kapcsolatot is, és a Tündi anyukája ezt három év után megelégelte, és fogta magát, és annak idején klasszikus diszidensként távozott az országból, eljutottak egészen az Egyesült Államokig, úgyhogy a Tündi már abszolút amerikai nőként nevelkedett, lányként nevelkedett. És ott honnan tudta, hogy te ki vagy itthon? Érdekes módon az ő nagymamája, aki velük együtt kiment, ő folyamatosan ö, ö, hozta a híreket a tündinek, főleg miután én ismert ember lettem itthon, hogy ő, ő megvoltak a kapcsolatok, hogy mindig mm -hmm. tudjanak rólam, és, és ő ezt a tündinek mindig mutatta, és a tündi, mindig büszke volt rá, hogy neki van egy olyan nővére, mert én vagyok fél évvel idősebb, aki, aki, aki Ismert valaki lesz le, a pici is, de akkor is, és ő innen származik. És ő állatok többször próbált különböző embereken keresztül eljutni hozzám, de nem volt meg az igazi kapcsolat, és amikor 14-ben mi kint jártunk a Magyar Klub meghívásának elegetéve, akkor ott a klubvezetőt megkereste, hogy hogy ő mindenképpen szeretne velem találkozni, és amikor eljutott hozzám a hír, ez egy nagyon jó dolog volt, hogy hogy uram, atyám, akkor ennek most, most kell megtörténnie, és közben egy picit olyan felszabadító érzés is volt, hogy nem kell senki előtt most már, nem kell, hogy görcsöljek, hiszen anyukám már erről nem fog tudni, apukám meg szintén nem, és nem kell őt felelősségre vonnom, vagy bármit is megbeszélni vele. Úgyhogy mi nagyon tudtunk körülni egymásnak. Erika, tehát a lojalitás miatt, amelyet az anyukát felé tápláltál, elnyomtad a kíváncsiságot, meg Egep. nyilván kíváncsiság volt. Pici nyomozás sem. A közösségi hálón, hogy hogy nézhet ki, milyen lehet. Nagyon sokáig nem voltam semmilyen közösségi Jó. Én tizen... tehát Ez is olyan érdekes, hogy 14-ben azért sikerült, nagyon gyorsan megtaláljunk egymást, mert a rajongói követelésnek, szó szerint követelésnek elegetéve, én 2014 év végén csatlakoztam rá a Közösségi oldalra, addig nagyon nem akartam, nem, nem éreztem ennek a szükségét, és nem éreztem azt, hogy nekem ott a helyem. Aztán persze megváltozott a véleményem, mert mert azt éreztem, hogy a, a, azok, azok az emberek, akik tényleg kedvelnek, szeretnek engem hosszú évek óta, és szeretnének tudni a mindennapjaikban, nekik ez egy nagyon-nagyon jó fórum. És nekem is arra, hogy, hogy ott az lehessek az aki, és ne a mindenféle őrületes bolondságokat olvassanak máshol. Hadd kíváncsiskodjak. Jó. 50 évig két testvér, ha fél testvér, hát akkor is üvölt a vér, gondolom. Hihetetlenül hasonlítunk. Igen? Igen? Természetben, brutálisan. 50 évig egyszer sem beszéltetek, találkoztatok, láttátok egymást. Hogy kell ezt elképzelni, amikor két idegen, akiben azonos vér csorog, fél évszázad, Találkozik? Után találkozik. E, hát a tündi, tündi nagyon vá ő akarta nagyon. Tehát ő nagyon láttam, hogy annyira izgult, azt se, az se tudta, hova tegye kezét, lábát. Én pedig egyszerűen nagyon kíváncsi voltam, mert mert avval a felszabadult érzéssel tudtam találkozni vele, hogy nincs, nincs mitől, nincs kitől tartanom. Hát lesz, ami lesz, végül is próbáljuk ki. És az első két mondat után annyira, annyira érződött, hogy, hogy nagyon egy húron pendülünk. Ráadásul azzal a nagyon-nagyon cuki amerikai akcentussal beszéli tökéletesen a magyar nyelvet, Ezt mert hogy ő most. annyira magyar akart maradni, ő annyira azt szerette volna megőrizni a magyarságát, hogy amíg élt a nagymamája, folyamatosan azt kérte, hogy a nagymama mindig magyarul beszéljen vele, és olyannyira, hogy most intézi már mióta mi így jobban összebútoroztunk, és sokat beszélünk, találkozunk, amikor lehet, hogy magyar állampolgárságot is hát. szeretne. Tehát ő annyira jól ereszte itt magát, hogy... hogy azt mondta, hogy ha még egyszer kellene valahol életet kezdeni, akkor visszajönne ide. Azt a pillanatot vissza tudod idézni. Ugye az ő tűzoltó férje nyomozta ki végül, hogy mikor lesz a koncert, hol végig táncoltad, és a koncert után találkoztatok? Nem, már előtt. Már előtt. Már előtt. Akkor már igen. máshogy táncoltál az igen, szintón, igen, és igen, énekeltél. Igen, igen, Azért ez is ritka, mert most ez, ez most ugrott vissza. Közöttetek fél év van. Igen. Mert fél év nem szokott lenni a testvérek között, azért ezt lássuk Hát, de be. mivel két hát, különböző anya. Ezt én értem. Igen, igen, igen. igen, Ezt én értem, az de az én apukám... ez egy picit már olyan, mintha Iker testvér lenne. Igen, és azért érdekes, mert ugye két különböző anyuka, de apukám azért genetikailag nagyon erős volt, mert, mert... Külsőségekben talán annyira nem, de ha vonásokat megnézzük, azért ott is sok van bennünk, de hát a tündje majdnem egy fejjel magasabb nálam, és egy, egy más karakterű ö, nő, de csinos és szőke, kék szemű, én ugye barna szemű, de természetben, tehát amilyen, amilyen ö, anyáskodóak vagyunk mindketten, és ráadásul ö, neki két lánya van, nekem ugye csak egy, de a, lá a kisebbik lánya pontosan egyidős, és ugyanúgy decemberi, mint az hmm. én Zoszkám. Okay. majdnem egy nap Igen. És, a unoka testvérek a hát és az unokatestvérek azóta vannak kapcsolatban egymással? A telányod és az ők? Annyira, ők annyira nem, mert mert az ozikám csak egyszer volt, tehát a tündítő nagyon jól ismeri és nagyon szereti, hiszen a Tündi most már kétszer több mint egy hónapot töltött nálunk velünk egy háztartásba, és ami szintén egy, egy nagyon jól mutatja azt, hogy mennyire összepasszolunk, hogy ő úgy, úgy élt nálunk 5-6 hétig, mintha mindig is oda tartozott volna. Mm. Soha nem volt útban, soha nem kellett egymást kerülgetnünk, hanem olyan a lehető legnagyobb természetességgel élt velünk. Tehát, hogyha ez holnaptól így lenne, akkor az egyáltalán nem okozna problémát, csak rengeteg kellemes dolgot, mert hihetetlen jól főz. Nekem aztán. nagyon megragadt mégis, aztán megyünk tovább a következő témakörre, csak ugye, amikor arról beszéltél, hogy az édesapád felé a megbocsájtás, ez milyen jó érzéssel töltött végül el. Igen. Uh, ahhoz neked igazából mit kellett átlépni magadban, hogy, hogy tudjál hát A saját egómat ma. egy kicsit magam mögé kellett dobni, ami nehéz, mert mert én is egy nagyon erőteljes egyéniség vagyok, és nagyon szeretem mindig érvényesíteni a saját akaratomat legalábbis azokon, azokkal, akik, akikre úgy befolyással vagyok, és az életemre meg maximálisan én vagyok befolyással, és egy csomó minden azért alakult az életemben úgy, ahogy, mert, mert soha nem voltam képes, és nem is akartam behódolni semminek és senkinek, hanem úgy mentem a magam kis feje után, és, és az apukám miatt, tehát amit, 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 nem kaptam meg tőle, és amit egy csomószor el is mondtam neki, hogy amit nagyon sajnálok, hogy, hogy az én apukám egy olyan, olyan ritka, zseniális ember volt, úgy ezer százalékban zene. Nem volt olyan hangszer, amit ne tudott volna megszólaltatni, de az zongora az úgy tartozott hozzá, mint a két keze. Tehát mindig úgy kelt és úgy feküdt, hogy egy kicsit játszott. Tehát nagyon jó volt vele egy ö, légtérben lenni, mert mind, mindig vitt valami szint az életben, zseniálisan énekelt. És Hogyha, hogyha, én élhettem volna vele a hétköznapjaimat, akkor sokkal több zene lett volna. Jó, így is imádom azt, hogy mennyire a zene az életem központi része, de például én nem félretettem az életemből az zongorát, és ha, ha a papa velem lett volna, akkor az nem történhetett volna meg. És az, az lenne egy plusz hatalmas nagy adalék, hogy nem 12 évig kötelező jellege zongoráztam, és alig vártam, hogy vége legyen az zongoraiskolának, hanem akkor Egyébként van otthon zongorám, és mindig megnézem, hogy egyszer majd lekin. <laughs> mert a zongora az úgy hozzátartozik egyébként a zenész létemhez. Az de alaphangszer. Igen, de, de, még, de még, mindig nem szerettem úgy bele, ahogy lehetett volna, hogyha a papa segít. Mm. Eljött az idő. Piros vagy zöld? Zöld. 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 Vanda. Az Te Nos. Mi az igazság? Miért beszéltél meglepő nyíltsággal a menopauzáról? ami a tiéd, ugye így fogalmaztad, hogy megcímszált rendesen. <laughs> Igen, hát gyakorlatilag két éve vagyok túl rajta. Hála a jó égnek. Most, hogy ez jó vagy nem jó, ez azt jelenti, hogy már bizonyos kort elértem, de hát ez a koromat sem tagadtam soha. Én azt gondolom, hogy, hogy ezeket a nők azért kezelik, most már tudom, hogy nagyon sokan azért próbálják tabu témaként kezelni, mert Borzasztó módon el tud torzítani az az időszak. Engem hihetetlenül. Tehát, hogyha. Vagy lelkileg. lelkileg? Hát lelkileg akkor, hogyha hogyha az a külső, amit produkál egy nő a menopauza alatt, főleg egy olyan nő, aki, hát én mindig is próbáltam odafigyelni magamra, azért az, az, az a fajta egy. egoizmus mindig bennem volt, amely egy színpadni emberben benne kell, hogy legyen ahhoz, hogy te kiállj a színpadra, hát és azt akarod, hogy nézzenek, a és stb. hogy... Igen, hát, igen, hát, igen. Ez, ez... Hiúság munkaeszköz. Hát, <laughs> igen. igen, tehát fontos volt a külső, és hogyha a külső romlik, és torzul, és csúnyul az ember, akkor azt nem annyira szereti. Ebben nekem lelkileg azért nem volt akkor a trauma, mert ö, volt és van mellettem egy olyan férfi, akinek akkor is, és ők, akkor nyomta, tehát valahol érezte, hogy szükségem van rá, hogy, hogy teljesen mindegy, hogy mi történik veled, még így is nagyon szép vagy. És hát ezt, ha az ember hinni akar annak, aki feltehetően a legjobban szereti a világon, akkor azért az ad nap, mint nap egy olyan löketet. Tudod, mit mondok a... neked, hogy 20-30, nem tudom hány éve. A mikorunkban már ez. Nem, nem Igen, nem, nem, mert vannak évek. Láttam a férjedet, Robit, eh, ahogy eh, tényleg minden túlzás nélküli, de rajongással szeretett téged. Hát, és aztán eltett a 5 év, 10 év, 15 év, és ma is csillogó szemmel mondod, és amit ugye az elején mondtál egy fél mondattal, innen már sietsz, hm, most elárulom a meglepetés bulira, amit szervezel az ő születésnapjára. Igen. Mert hogy az első születésnapja az 22 volt, amit együtt ünnepeltünk, most az 55 lesz. Uh -huh. Hát ez, ez nagyon sokszor felmerült ez a kérdés, hogy, hogy mondjam el mi a titok. Nem tudok titkot mondani. Én, én annyit tudok mondani, hogy mi 33 évvel ezelőtt össze, összehozott minket a jó sorsunk, a jó szerencsénk, úgyhogy akkor egyébként már évek óta ismertük egymást. Csak valahogy meg fel kellett nőni ennek a fiúnak hozzám, hiszen az a hat évkor különbség még mindig ott van, még akkor is, ha ez 33 éve tart. És nekünk is vannak rossz napjaink, van, vannak viták, vannak. Tehát most már. Azt gondolom, hogy egész más jellegű problémáink vannak most, mint ami volt az elején. De hát a, a, ezek azért vannak, hogy az ember megoldja, és nem lehet mindig minden ilyen rózsaszín ködben úszó, mert, mert az nem lenne igazság. De a lényeg az, hogy bármi történik, soha nem engedjük el egymás kezét, mert csak együtt tudunk létezni. Hát, be, és hát valljuk be, ha valami igazán próbára teszi ezt a 33 éve tartó hát, szeremet. A klimax, igen. Hát pont, a klímax, Hát pontosan a klímax, ami <laughs> azért minden hullámával, a hullámával azt mondta, és az érzelmével. Ő azt mondta, hogy nagyon szórakoztató voltam, mert... Na! Mert, na, e na, e na, e na e ezt látom, egyébként ezt látom, Zoltán Erika a legszórakoztatóbb klímaxos. Tehát mind mellett, hogy eltorzultam, és nem tetszettem magamnak, és hát kaptam annyit hogy Na, de hát ezt tudni kell, hogy az emberek a mai technikának és a lehetőségekhez képest mindenkinek igaza van, és az ő igaza a nagy igazság, és egyébként is. De hát ezekkel már régóta nem foglalkozunk természetesen, csak azokkal, akik szeretnek. Éppen ezért hallgattam én az én uramra, a Robira, aki nagyon sokszor elmesélte azt, hogy imádta azt, hogy zuhanyzás, hajat mosok, lezuhanyzok, megszárítom, a kész vagyok, és volt egyszer egy olyan példa, amikor azt mondta, hogy ezt nem hiszi el. Tél volt, kb. mínusz 20 fok, és ahogy én így kész lettem, jött a klasszikus, a menopauzás tünet, hogy így füzut jön, hogyha újra az zuhany alatt állnék. Teljes leízadás, a gyönyörűen megszárított hajam töve vizes, és föltéptem a teraszajtot, és egy szár semmibe kint álltam a teraszon, és így kértem a levegőt, hogy segítsen, hogy valahogy kapjak levegőt, mert mindjárt megfulladok. És ott állt, és azt mondta, hogy hát azért ezt nem hiszem el, hogy most ezt komolyan meg fázni. Én nem tudok megfázni. Tehát ez volt az az időszak, hogy nem, nem tudok megfázni. És ez nagyon sokszor megtörtént, hiszen ez 2010-11 környékén indult nálam ez a sztori, és olyan Bő két évet le, tehát nem volt rövid. De tréfa, ide vagy oda, azért így nyilatkoztál, nem is olyan rég, hogy azért hogy ezért Ro Robinak is rendkívül megterelő időszak volt. Mert tehát tényleg triplán vártad el, hogy dicsérjen, hogy visszaigazolj, hogy hát még mindig te, nem te vagy vártam. Nem mondtam, de valószínűleg hát, soha nem eset. mondtam, hogy nem mondja, tehát jól esett, jól esett, mindig jól esett. Így. A kérdésében ugye az is benne volt, hogy hogy is szólt pontosan, hogy, hogy ilyen meglepő ősz. Miért beszélsz ilyen Igen. meglepő nyíltsággal erről? Tenszik, Talán azért, mert hogy a nem nők, nők ne szégyeljék ezt Pontosan. a dolgot, hiszen ez is a, a női mi voltunkkal, a női létünkkel együtt jár, és van, akinek ez nagyon gyorsan lecsenged. Ahány, ahány ember annyi, annyi módon történik ez a Európa. és akkor, hogyha ha, ha nem, nem vagyunk annyira a akár lelkileg, akár külsőben, akár bárhogy, akkor ezt ne, ne szégyeljük, hanem azért vállaljuk föl, hogy, hogy azok az emberek, akik esetleg ezért bárhol is negatív kritikával sújtanának le, akkor legyenek egy kicsit belátóbbak, mert ez az életrendje, és ezen túlesünk, és utána helyre áll minden, meg magunkat. Erika, ez példaértékű, és szerintem nők százezrei zártak most a szívükbe, köztük én is. Tehát erről kell beszélni, és Kert. tudom, most és már és talán nem szabad szégyelni. Lesz hát ez olyan, mintha szégyelnénk azt, hogy, hogy állapotosok, vagy mintha szégyelnénk azt, hogy, hogy gyereket szülünk. Hát ez mind a női léttel együtt jár. Na, jön az utolsó boríték. Tobi. Ami az enyém, igen, a és piros az én, az a, a piros, választod? Ja, igen, a pirosat választod? Igen. Az én kérdésem mit szól? Mi az igazság? Mennyire kegyetlen edző a lányod, Zoé? Hát nem az. Nem, nem az, az az, Na csak mert ne. azt is olvastuk, és összefügg talán az előző témával is, hogy, hogy ő segített például abban, hogy, hogy elkezdjen el újra formába lendülni. Igen, mert hát ő is már már 25 éves, De és az az. négy évvel ezelőtt eldöntötte, hogy nem csak a tánc, hanem elkezd mindenféle sporttal foglalkozni, és elvégzett különféle fajta tanfolyamokat, és most már negyedik éve rengeteg vendége van, személyedzőként is, is, dolgozik, és ezt nagyon szereti csinálni. És természetes volt, hogy akkor előbb-utóbb mindig mint ő kérdezte először, anya, nem akarsz te is esetleg eljönni hozzám? És hát persze, amikor mindenki, hogy miért, miért szükségem van rá? Úgy gondolod, hogy... Ez csak ilyen kis kis viccesen, de utána elkezdtük csinálni, és Zoszka csak annyira óvatos velem, hogy tudja, hogy azért vannak ö, ö, olyan problémáim, amikkel már együtt kell élni, például az, hogy a térdemre, hogy kell vigyázni a gerincsérveimet, hogy kell védeni, és így, és úgy, és amik már velem vannak, és maradnak is, úgyhogy velem egy kicsit óvatosabb, és rám bízza, hogy meddig erőltessük, meddig húzzuk azt a Madzagot, de de nagyon szeretek vele edzeni, mert ő viszont hihetetlen lelkesen csinálja. Nektek mindig is nagyon szoros volt a kapcsolatotok, ugye? Mert, igen, mert, és remélem ez most már így is már. Hát uh -huh. valószínűleg igen. Csak mert ugye az őszinteség kapcsán, hogy hogy nem csak a problémákról beszéltél, szerintem mindig őszintén a nyilvánosság előtt, hanem a boldogságról is. És hogy én nagyon emlékszem, amikor született a lányot, lányotok, hogy akkor nagyon sokat szerepeltetek vele, amíg még kicsi volt. Igen. És aztán aztán meg már nem. Igen, mert eljött az a pont, amikor, amikor már megkérdeztem őt. A, a, amikor pici volt, megszületett, akkor én is egy csomó műsort nézek vissza, és neki egyébként most nagyon nagy érték és szórakoztató, hogy látja, hogy látja a, a csecsemőkori énjét, meg amikor egészen pici volt. És olyan három-négy éves volt, amikor azt mondta, hogy ő nem akar, nem szeretne jönni. És hmm. mondom, miért nem? Na, most nem. Jó, nem, nem. És ezt onnantól kezdve tiszteletbe tartottam, aztán e, mikor már nagyobb lány volt, akkor, akkor még inkább, tehát a korban még inkább nem szerette, mert nem szerette, hogy ő a Zoltán Erika lánya. És ő mindig megmagyarázta nekem, hogy anya félre ne értsd, annyira boldog vagyok, hogy te vagy az anyukám, és jobbat elképzelni nem tudok. De nem valakinek a lánya szeretnék lenni, tehát nem, azért nem akar ő sehol szerepet kapni, vagy feladatot kapni, vagy központban lenni, mert ő az én kislányom, hanem ha majd neki lesz olyan teljesítménye az életben, amiért Kátai ő fontos, akkor nagyon büszkén áll majd oda. Kátai Zoe, Roberta. Igen, de a Robertát nem szeret. De én nagyon, és egy kicsit az volt az első megérzésem, hogy Robi felé egy gesztus. Igen, maximálisan, Igen? így egy van. Csak a női meg. Látod, ez a hatalom? Úgy érzői megérzés, hogy Erika... a Robert után legyen Roberta apa és lány között igaz, ö, hosszantartó a szerelem. szerelem. Igen, Te... úgyhogy én, én már előre attól, nagyon sokan mondták, hogy mi lesz, hogyha majd a, a Zuzinak barátja lesz. Ezt valahogy apukája nem, nem élte át olyan vészesen, mert hogy hogy az hál' Istennek nem volt egy ilyen kicsapongó életű kislány soha. Ő mindig attól tartott, mert ő ugye a fiatal korában ö, ifjú titánként, ő azért nagyon röpködött ezer felé, és ettől féltette a lányát, hogy esetleg ő, ő is majd, majd olyan, já, olyan, beleakad olyan. egy olyan egy olyan pasiba, mint ő, igen. De ez, ez nem történt meg, mert az azikában állom. Te egyébként, son. te egyébként azt gondolom, hogy őt zseniálisan domestikáltad. Nagyon rendesen viselkedik, amióta. A te mindig páron. azt mondja. Mi, mindig azt mondta nekem, mert éveken keresztül például az egyik nagy problémánk az volt, ami kettőn kapcsolatában, hogy én betegesen, de tényleg betegesen féltékeny voltam. Én annyira boldog voltam, hogy megtaláltam őt magamnak, és hogy mi mennyire szeretjük egymást, de közben mindig, mindig ott piszkáltak is kis ördög. Mi az, hogy betegesen féltékeny? Miket csináltál utána? Mi? Követted? Nyomoztál? Mindenkibe konkurenciát Aha. láttam, és azt gondoltam, és hogy a mindenki csak. Nem, a azért azt nem, nem. én csak Robit piszkáltam. A, Tehát jaj, ez jaj, volt jaj. a rosszabb. De mind. szép készít. lehet, annyira é. Robi akarok lenni. Amikor interjút készítettem veletek, akár még bennem is, <laughs> nem, azért annyira nem. Tehát volt, voltak nők, akikben bíztam, nem, de nem. nagyon sok nőben nem. Mert az volt az elkép, az az, 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 motoszkált az én fejembe, hogy, hogy majd most azért próbálnak ráröppenni, csak hogy bebizonyítsák, hogy el tudják tőlem venni. Még ha hmm, csak is értem. egy kósza numerára is, de Imádom, imádom egyébként nők-nőkkel kapcsolatos beszélgetéseit, világosan látva, vagy érzéseit. De kitisztultam, hát ezt tehát azért ima... ezt tegyük hozzá. Helyesen. Kitisztultam, megnyugodtam, mert egyszer az én Robim, aki egyébként tényleg nagyon cuki volt, és egy darabig tűrt, és egyszer egy ilyen soron következő vitatkozás során azt mondta, hogy figyelj, beszéljük ezt, meg próbálj megcsinálni valamit, mert ebbe fogunk beledögleni. Mm. És akkor az úgy, úgy szíven hogy nem, ne, igen, nem, nem, lehet ezt így csinálnom tovább. Egy kicsit, még ha belül van is, ezt nem utassam ki állandóan, hanem nyugodjak meg, és higgyem el, hogy őszinte a kapcsolatunk. Tehát valahol nekem kell, függetlenül attól, hogy éreztem, hogy, hogy rendben van minden, de hát ez a női, női dolog. Na ti aztán tényleg a nyilvánosság előtt egy szeretetteljes monogám házasságban éltek 30-x Így éve. Van. Miközben ugye neked a munkád kapcsán, az életed kapcsán, hát te voltál Azoknak az éveknek a jó csaja. A túl szexi lány. A túl szexi ez, lány. Ez nyomasztott téged valaha, hogy a ne. karaktered az a túl szexi lány? Ne. Lett és hát, volt. Hát így hívnőként, hogy nyomasztott? Hát, <laughs> oh, Nem, csak pont azért, hát hogy ennek meg kell lesz, mert elősíti, elősíti benned a tudatot, hogy jó hát, vagy. Abszolút. De én soha, tehát az az érdekes, hogy hogy a mai napig uh, rengetegszer kapom. Tehát nagyon sok jó eső találkozás, amikor, amikor korombeli uh, férfiak bizonyos helyen összetalálkozunk társaságban, és tudod, mennyire szerelmes voltam beléd Hát, de én arról nem tudtam. De hát mindenki. Legközelebb megtennéd, Mind... hogy szólsz. Akkor szólsz. Igen. Hát csak azért is meglepő, hogy Annélkül, hogy a drámát behoznám ide, ugye azt nyilatkoztad, és hát egy kicsit bajkosan már megbocsájtva mondod, hogy igen, édesapád bővérű volt. Ugye lett még egy fél testvéred ezáltal. Robitól ugyanezért tartottál, hogy nehogy kicsapongó legyen. Miközben rólad a fethetetlen erikánkról, ugye egyszer azt bántóan nyilatkoztad magadról, hogy igen. miért gondolják, hogy te egy kicsapongó nő vagy? Hát legkevésbé sem. Igen, hát a Robi, Robi előtt is, ugye én, én majdnem tíz évig éltem együtt Bizony. a, a Pistivel, akivel egy teljesen jó, igazi jó házasságban éltünk. Az, hogy aztán kétfelé ment a, a, az életünk, az, az egy túl fiatalunk voltunk szerintem, mikor mi össze, de, de mai napig mi nagyon jó barátok vagyunk, és hogyha valakiben őszintén meg kell bíznom, akkor tudom, hogy benne a mai napig megbízhatunk. De, de előtte nem voltam kicsapongó. Az, hogy kifelé, hogy attól, mit huga, tehát... attól, hogy, hogy jó olyan szövegeket énekelek, és egyébként a színpadon természetesen az volt a dolgom, hogy, hogy kellessen Hát, magam. hogy add el, persze, Igen. a dalokat nyilván. Ettől, ettől, azért emberként a privát életben nem kell ugyanígy élnem. Na nézzük az igazságodat. Itt, Na. Azonnal. Ha lehetne, akkor kipróbálnám, hogy milyen az életem, Grófnőként, mert. Hát, mert hogy? Itt vissza kell kanyarodnom az apukára, ugyanis ö, grófi kékvér folyik az ereimben. Ne őri! Igazi kékvér, és apukám révén ö, megvan a kutya bőr másolata is. Ők egy ő, igazi klasszikus Lengyelországból származó grófi család voltak, Champagne von Pottensteins oh. Denek néven, és az Denek lett annak idején Zoltánra Magyaros magyarítva, idva. igen, és ők Magyarországon még amikor az én apukám kicsi volt, akkor úgy éltek egy ilyen hatalmas nagy... Parkba, egy villába, ezt apukám, ahogy tudta, még elmesélte. urficskának szólították, volt külön tanítója, volt külön ö, szolgálóik, volt külön szakácsnőjük, volt autójuk, ami azért az első világháború előtt, az, az még ilyen. Meg, meg lovak, mindet. Tehát olyan nagyon-nagyon hm. úri módon éltek, aztán ugye a, a világháború eredményeképpen minden eltűnt, államosították és Megszűnt maga ez a helyzet. De hát, igen, úgy kipróbálnám. ez a az életet. Elmehettünk volna a koronázásra, ha nem tudjuk. Igen, ez Azt nekem de. is egyébként eszembe jutott, Ugye? amikor néztem most. Uh, ha más, vagy, hogy, hogy lehet Igen. Igen, hát ez van egy van. olyan világ, amiben ami úgy egyébként is jó lenne szerintem bele. Legalábbis nekem így. Ez egy izgalmas. De hát te így Valószínűleg. Hmm. Grófni lenni én is szeretnék. De mondjuk én, én úgy, úgy szeretném, tehát a terveim azok úgy lennének, hogy, hogy ezt a teljes életemet a kis családommal vigyem át Jó. a palotába. És magadat, a testedet, amit ugye Zoé kemény munkával megalkotott újabban, a broncsos Nem, a... hát a mai világban képzelném, ja, tehát azért. Még egyszer, mi volt a családi név? Champagne ez? von Pottenstein Zdenek. A csempányt értettem. A csempány? Van, van? 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 pezsgő, Hosszenstein. De ezt olyan szép. Nagyon szép. Nagyon szép. Imádtunk veled beszélgetni, nagyon. grófnő. Köszönöm Igen. szépen, hogy gondoltatok rám is. És jó bulizást. Köszönöm szépen, remélem, hogy meg lesz a meglepi. Boldog napot, Robi. Köszönjük. Isten éltesen! 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.